A konferencia nyitó beszédét Hailemariam Desalegn etióp miniszterelnök tartotta, aki többek között arról is beszélt, hogy egyre több ázsiai befektető érkezik az afrikai kontinensre. Külön szeretném megköszönni az amerikai partnerek mellett az indiai és kínai üzletembereknek, hogy egyre többet fektetnek be az afrikai országokba. Ez a konferencia hihetetlen nagy lehetőség a befektetők részére, hogy pontosan megismerjék az afrikai specialitásokat. Az egész világ előtt szeretnénk bemutatkozni. Az etióp gazdaság az elmúlt évtizedben rettentő gyorsan fejlődött, egyre több befektető érkezik keletről, Kínából és Indiából. Az elmúlt pár évben rettentő keményen dolgoztunk itt Afrikában és Etiópiában azért, hogy javítsunk a jogbiztonság helyzetén. Mindent megteszünk azért is, hogy a turizmust is fejlendítsük, hogy az afrikai országok biztonságos turista célpontnak számítsanak. Balog Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke úgy véli, hogy a magánszektor egyre nagyobb megjelenése jelentheti a jövőben Afrika felemelkedését. Afrika infrastruktúrájának és egyéb fejlesztéseinek élén szeretne járni az Amerikai Egyesült Államok, és ez is jelzi, hogy ebből a két évente tartandó eseményből most már a tizedik volt. Én magam is részt vettem a 4 évvel ezelőtti washingtoni és a 2 évvel ezelőtti chicagói US-Africa Summiton, amit a CCA, a Corporate Council of America rendez, ezzel is mutatván, hogy Afrika nem csak Európának, nem csak Kínának, hanem az Egyesült Államoknak is fontos. Afrika az az egyik utolsó elérhető szűz piac, ahol még több mint 1 milliárd ember rengeteg mindent meg fog vásárolni, még előtte tart annak, mint ami Európában vagy a fejlett világban van. Még nem a fogyasztói társadalom, hanem a megélhetési társadalom a sajátja Afrikának. Természetesen ahhoz, hogy ide befektetők jöhessenek, hogy ide termékek áramolhassanak a világ termelőitől, és azt biztonsággal lehessen elhelyezni, az ellenértékét repatriálni, és ne kelljen attól tartani, hogy valaki ezt elkonfiskálja, vagy megsemmisül, ehhez Afrikát rendbe kell tenni, nem csak gazdaságilag, hanem jogilag is, és infrastruktúrálisan is. Afrika abba az irányba halad, hogy szabad, stabil és biztos piaca legyen azoknak a befektetőknek, akiknek már nincs hova menni. Ahogy említettem, Afrika még egy szűz piac, de jogi kereteit meg kell teremteni. Én azt gondolom, hogy Afrikának ez a gócpontja. Addis Abeba Afrikának olyan, mint a világnak New York. Az Afrikai Unió központja minden itt dől el. Sőt, amikor magam New Yorkban, az ENSZ-ben jártam, ott is mindenki azt mondta, hogy az afrikai nagykövetek az ENSZ-ben vigyázó szemüket Addisra vetik, és ott születnek az afrikai döntések. Természetesen nekünk is fontos, ami azt is jelzi, hogy a déli nyitás politikájával, amely hitelesítette a Magyar Afrika Társaság több mint egy évtizedes kommunikációját, hogy Afrika fontos, a déli nyitás politikájával az is eljött, hogy nagykövetséget tervez Magyarország nyitni Addisban, amit mi csak üdvözölni tudunk, és az is eljött, hogy magyar kormányküldöttség utazik Addisba április elején, Szijjártó Péter vezetésével, ahol a magyar villamos, az úgynevezett magyar villamos tesztpályáját is át fogják adni. Én azt gondolom, ez is egy példa, hogy leleményességgel, kitartással el lehet jutni az afrikai piacra. Természetesen azért az afrikai piacon főként a tudásunkat tudjuk eladni, főként azokat a technológiákat, azokat a régi technikákat, vagy új technológiákat, amelyek mondjuk kötődhetnek a megújuló energiához, amelyek nálunk is olyan fejlettek, mint a nyugati világban, de egy picit még olcsóbbak, és mivel mi nem voltunk gyarmattartói Afrikának, ezért hozzánk sokszor könnyebben és egyszerűbben viszonyulnak, mint a régi gyarmattartó országokhoz. A fórum egyik kiemelt vendége volt Elefántcsontpart külügyminisztere. Dr. Abdellah Marbi azt mondta, egyre több és jól képzett szakember várja Afrikában a külföldi partnereket. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen üzleti fórumon be tudunk mutatkozni. Úgy vélem, hogy a világnak meg kell ismerni Afrikát és a kontinensben rejlő lehetőségeket. Egész Afrika és természetesen Elefántcsontpart is várja a befektetőket és az üzletembereket. Mindent elkövettünk azért, hogy a más kontinensről érkezők megfelelő környezetet találjanak. Az utóbbi években rengeteg pénzt fektettünk az emberi erőforrás fejlesztésébe, éppen azért, hogy az ide érkező partnerek
megfelelő kvalitású kollégákat találjanak itt, Afrikában, és természetesen nálunk is. Rengeteg lehetőséget látok az európaiakkal a közös együttműködésre, például a mezőgazdaság területén és az élelmiszeriparban, illetve a bányászatban is. Most a privát szektorban dolgozókat várjuk, és keressük még az együttműködési lehetőségeket. Magyarországot Szedlacskó Zoltán, az ÖHED Globál Tanácsadói Testületének elnöke képviseli. Azt mondta, hogy Magyarország gazdasági érdeke, hogy minél nagyobb mértékben legyen jelen az afrikai országokban. Amiért mi itt vagyunk, az, hogy Európában, így Magyarországon is egyre komolyabb az a felismerés, hogy afrikai jelenlétünket, afrikai üzleti jelenlétünket erősíteni kell. Korábban az ázsiai kistigrisek jelentették a világ fejlődésének motorját, addig most a kis oroszlánok, elsősorban Kelet-Afrika országai jelentik ezt. Erre lényegében a magyar kormányzat is, magyar magánszektor is reagált. Ezt mutatják mind az állami, mind a magán oldalról megnyitott kereskedőházak képviseltek, így a HTCC, mely egy magán kezdeményezésű kereskedelmi magyar ház. A mezőgazdaság, a híradástechnika, ezek, amelyek Afrikában új lehetőségeket kínálnak a világ üzletembereinek. Stephen Haynes, a rendezvény főszervezője szerint a magánszektor bevonása jelentheti majd a nagy áttörést az afrikai gazdaságban. Bár a konferencia az amerikai-afrikai közös üzleti lehetőségekről szól, a mostani tanácskozás egyik legfontosabb üzenete, hogy keressük az európai és ázsiai partnereket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és találják meg a lehetőséget az afrikai üzletek iránt. Rengeteg lehetőséget látok. Például Etiópia is rettentő gyorsan fejlődik. Ez a pozitívum. Persze rengeteg probléma is van, és a világgazdaság sok helyen egyre rosszabb mutatókkal jelentkezik, de Afrikában viszont ez nem így van. Rengeteg az üzleti lehetőség. Ezért is jött el ilyen sok amerikai üzletember, ezzel is példát mutatva más országoknak. Azt viszont mindenkinek üzenem, hogy a korrupció Afrikában még mindig egy valós problémát jelent. Ezért arra mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy egy-egy üzlet megkötése előtt igen alaposan és körültekintően járjon el, mielőtt egy szerződést aláír egy afrikai partnerrel. Könnyen bele lehet szaladni ugyanis rossz és kockázatos üzletekbe, de ez kivéthető, ha megfelelő üzletfeleket keresünk és találunk. De ennek ellenére úgy látom, hogy az afrikai országok 10 év múlva egy rettentő erős stratégiai partnerei lehetnek minden velük együttműködő országnak. A kulcs pedig a bankrendszerek megnyitása lehet, és lesz is. Egyre jobban szorgalmazzuk, hogy engedjék be a privát bankokat az afrikai országok, amelyek így jelentősen fellendíthetik az adott ország gazdaságát, és így radikálisan nagyot léphetnek előre. Itt még meg kell említenem, hogy a mostani konferencia egyik legfontosabb üzenete, hogy a különböző helyi kormányok bár sokat tehetnek, de a magánszektor nélkül nem igazán tudnak nagyobbat előrelépni. Folyamatosan arra kérjük a magánbefektetőket és üzletembereket, hogy forduljanak Afrika felé, mert ez hosszú távon mindkét fél számára előnyös lehet. Az ENSZ külön megbízottja egy magyar szakember, Besztercei Gábor a nagy tavak 12 országát felügyeli. Már hosszú évek óta a szociális és gazdasági ügyekkel foglalkozik Kenyában, Nairobiban, az Egyesült Nemzetek kirendeltségén. A diplomata azt mondta, hogy az ENSZ is mindent elkövet azért, hogy segítse az afrikai országokat bekapcsolódni a világgazdaság vérkeringésébe. Afrika jelenleg 1 milliárd ember, 1-2 emberöltön belül 2 milliárd lesz. A leggyorsabban fejlődő gazdaság a világban, leggyorsabban fejlődő középosztály, a legnagyobb import piac, mármint hogy Afrika a külföldre számára. Tehát Afrikára érdemes odafigyelni. Nézzetek körül, nem mondom, hogy problémamentes, mert azért ez nehéz piac, de viszont ami Svájcban 2-3%-os profit, az itt 30-50%. A következő 11. konferenciát 2 év múlva tartják meg, várhatóan az Egyesült Államokban.